A volt diplomata fehér maszkban és napszemüvegben érkezett a bíróságra. A folyosón végig háttal az újságíróknak, a fal felé fordulva várakozott, egészen addig, amíg a bíró be nem engedte a tárgyalóterembe. A fővárosi ügyészség még 2019. novemberében emelt vádat ellene. Kaleta egy nemzetközi gyermekpornográfia hálózat lefülelésekor került a hatóságok látókörébe. Titokba hozták haza a hatóságok. Perúban nem, de Magyarországon eljárás indult ellene, és le is tartóztatták. Nagyköveti rangjától pedig megfosztották. Tisztelt bíróság! Kaleta ügyvédje elmondta, hogy a volt diplomata 30 kilót fogyott, annyira felülrölték a történtek. Arról is beszélt, hogy a férfi mintaértékű jogász életet élt, diplomáciai karriert futott be, és a hazáját szolgálta. Az ügyvéd azt indítványozta, hogy Kaletára csak pénzbüntetést szabjanak ki. Kaleta a tárgyaláson arról beszélt, hogy a családját végtelenül megviselte az ügy. A szülei ismeretlen számról kapnak telefonokat, és a céget is zaklatják, ahol jelenleg dolgozik. Azt mondta, őszintén sajnálja, amit tett, és különösen azt, hogy sokan csalódtak benne. A bíróság végül egy év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte Kaleta Gábort, és 540 000 forint pénzbüntetést szabott ki rá. De kollégás, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Egy nagyon fontos összehangolt rendőrségi akcióról szeretnék mindjárt önnel beszélgetni, amelynek során elfogtak emberkereskedőket, akik fogva tartottak évek óta és rabszolgaként, prostituáltként dolgoztattak egy fiatal lányt 17 éves kora óta, de egy pillanatra még az összefoglalónknál és Kaleta Gábor ügyénél maradva hadd beszéljek önnel a lényegről. A Hintalovon gyermekjogi alapítvány azt írta, ez az ítélet nincs rendben, sem gyermekjogi, sem gyermekvédelmi, sem büntetőjogi oldalról, mert például a büntetőjog rosszul közelíti meg a gyermekpornográf képek ügyét, mert itt valójában nem csúnya és elfogadhatatlan képek, csúnya és elfogadhatatlan módon való nézegetéséről van szó, hanem nagyon konkrét, valódi, élő gyerekek bántalmazásáról, és ezt a büntetőjog nem tükrözi. Egyet ért ezzel? Az egy nagyon nagy probléma, hogy ezeket a képeket valaki létrehozza, és hogy ezek a képek hozzáférhetnek. Mert hogy innen indulunk, tehát ezek a képek elkészülnek. Ezek a képek elkészülnek, vagy akár videófelvételek elkészülnek, valaki ezeket a gyerekeket erre ráveszi. Ezeket... Vagy benyugtatózza, vagy megfélemlíti, és folytathatnánk tudjuk, a bántalmazás során. Nem tudjuk, hogy ilyen korú gyerekekről van szó, ugye különféle különbségeket hát a spektrum óriási. Tenni, igen, hogy ki miféle... vágyakat érez melyik korosztály iránt, hogy ez mennyire tudatos, hogy ő ezt hogyan, hogy cselekszik is, vagy pedig nézeget, ez ugye megkülönbözteti a jog, próbál különbséget tenni abban, hogy mi az, ami enyhébb, és mi az, ami súlyosabb bűncselekmény. Valóban nagyon csekély a büntetés, 3 évig terjed azoknak a büntethetősége, akik képeket nézegetnek, viszont érdekes az, hogy aki képeket készít, az is csak 1-5 évig terjedő büntetést kaphat. Ez egy érdekes dolog, hogy a jogalkotó hogyan határozza meg azt, hogy mi az, ami enyhébb, és mi az, ami egy súlyosabb bűncselekmény. Azt gondolom, hogy a gyerekek esetében is, és majd amikor rátérünk az emberkereskedelemre, ott is nagyon érdekes az, hogy mi az, ami átüti az inger küszöbét a jogalkotónak. Tehát, hogy azt fontos tudni, hogy ezek a fajta bűncselekmények a gyerekeknek az életében olyan meghatározó traumát okoznak, ami lehet, hogy egy emberöltőn is kevés, hogy helyrehozhatóvá váljon. És az mindegy, hogy ez a gyerek hány éves relatíve, de 18 év alatti. És a másik nagyon fontos dolog, hogy a büntetőjog, nyilván ugye itt a jogászi tanulmányaim kapcsán ugye rengeteget foglalkoztunk az, hogy mi az értelme, mi a célja a büntetőjognak. Például az, hogy az elkövető ne legyen visszaeső, és például nagyon fontos, hogy a társadalom más tagjait az ítélet elrettentsen hasonló cselekmények elkövetéséről. Ez az ítélet üzen bármit, akár az egyikkel, akár a másikkal kapcsolatban. Igen. Még csak egyetlen dolgot szerettem volna mondani, így hadd idézzek cikkekből, mindenhol megjelent tegnap, csak erről nem beszéltünk tegnap, szó szerint idézem a mondatot az újságíróktól, akik jelen voltak. A bíró visszavonult, Kaleta a folyosón egy széken a fal felé fordulva beszélt ügyvédjével, aki eközben a Szerelem a kolera idején című könyvet olvasta. A Szerelem a kolera idején a világirodalom egyik gyöngyszeme, amelyben a főszereplő kiskorú kárára nagyon súlyos pedofil bűncselekményt követel, akit végül ő
öngyilkossággal végződik ennek a történetnek a Szerelem a kolera idején című műben a folytatása. Hadd térjek át a június 30-ai összehangolt rendőrségi akcióra. Elfogták az emberkereskedőket, 17 éves volt az a lány, aki rabszolgaként, prostituálként elkezdtek dolgoztatni Szegeden, Németországban, Ausztriában. Senki nem kereste korábban? Mit lehetett ennek az ügynek az előzményéről tudni? Ez egy sikersztori, vagy végül is rengeteg év telt el odáig? Tehát ez egy jellemző ez a történet, ez a lényege a kérdésemnek. Igen, nagyon jellemző. A Nemzeti Nyomozó Irodának ez az emberkereskedelem alosztálya gyakorlatilag hetente végez ilyen rajtaütéseket, ahol hasonló ügyekben járnak el. Rengeteg ilyen ügy van. Azt gondolom, hogy egy perc is sok ahhoz, hogy valakit prostitúcióra kényszerítsenek, akár egy alkalom is sok erre. Mi a nehézsége a nyomozóhatóságoknak abban, hogy ezt felgöngyölítse, megtudja? Például nem kereste senki ezt a lányt? Az egy kérdés, hogy ezeknek a nőknek mi a háttere. Tehát gyakori, nagyon gyakori az ezekben az esetekben, hogy ezek a gyerekek, vagy ezek a nők gyermekotthonból, gyermekvédelmi gondoskodásból jönnek, vagy gyermekvédelmi gondoskodásban élnek. Olyan helyzetben kerülnek ki az életben, amelyben munkajövedelmük, vagy bármilyen más hátterük nincsen. Egyrészt, másrészt meg inkább azt mondanám, hogy egy olyan kiszolgáltatott helyzetben vannak, hogy az egész életüket végig kíséri az, hogy nem volt szeretet az életükben, nem volt egy megtartó családi környezetük, amely biztonságot adna, és hogy lenne kihez fordulniuk. És amikor előjön az úgynevezett emberkereskedő, a strici, akkor ő két kedves szóval, ígérettel, általában szerelemmel csábítják ki a gyerekeket, csábítják el magukhoz a gyerekeket. Már a szerelem látszatával, bocsánat, hogy javítok, ha egyetért. Így van, tehát hogy a szerelem ígéretével csábítják magukhoz, és aztán lehet, hogy így is van ez két hétig maximum, és aztán azt mondják, hogy most akkor neked is tenned kell azért valamit, hogy én vettem neked ezt, eltartalak, ide költözhettél. Nagyon gyorsak ezek a történetek, hiszen a tinédzserek életében ugye, ha valami egy szerelem két hétig tart, az olyan, mintha már évekig tartana, és akkor ők azt csak aztán az eltartás fordított, mert hát ő tartja el. Igen, és akár oda is költöznek, ugye, és ez az úgynevezett lover boy szisztéma, tehát hogy ezt így is hívja a szakma, és ez egy nagyon gyakori formája annak, hogy hogyan hálózzák be az emberkereskedők ezeket a fiatal lányokat. Óriási a latenciája, ugye a rabszolgasorban tartott emberek számának. Bármit tudunk arról, hogy hányan lehetnek ilyen helyzetben? Én azt gondolom, hogy rengetegen vannak. Tehát a rabszolgasorban soroljuk azokat is, akik akár a ház körüli rabszolgaságnak az áldozatai. Ezek önök azokkal is foglalkoznak, akik hétköznapi néven elterjedt csicskáztatás, a csicskák, akik gyakorlatilag ilyen házi szolgák, a ház körüli munkákat végzik, vagy akár a földeken dolgoznak, vagy az állatok körül segítenek, és ezek is olyan emberek, akik általában nagyon kiszolgáltatott helyzetben vannak, nincs kihez fordulniuk, nem tudnak róla, hogy van segítség, pedig van segítség, mert hogy több helyre is lehet fordulni a rendőrségen túl. Elfogyott az időnk, ezt mindenképp mondja el, van segítség annak, aki ilyen helyzetben van, és esetleg aki néz most minket, és csicska vagy rabszolgasorban van, hova fordulhat, és hogyan úgy, hogy ne lejelentsen ez ránézve kockázatot? A baptista szeretett szolgálatnak vannak védett házai, ahova fordulhat, és minket közvetlenül el lehet érni az interneten, meg lehet nézni, hogy mégpedig a... hogyan. De van, tehát az interneten is, meg telefonszámon is. De hogy mi a szervezet neve, mondjuk ki? Baptista szeretett szolgálat. És az önöké? Baptista szeretett szolgálat.hu. Úgy találjuk meg. Igen. Jó. Köszönöm szépen.